Ebben az évben várhatóan nyár elejére három fontos beruházás munkálatai fejeződnek be Kemecsén. Lipők Sándor, a település polgármestere kiemelte, ezek olyan fejlesztések, amelyek nem csak a város, hanem a térség és a járás érdekeit is szolgálják. Itt elsősorban a legfontosabb feladatunk, hogy a járási hivatalunknak a kérdésében az önkormányzat vállalt nagyon sok feladatot, amelyet nekünk meg kell oldani. Úgy néz ki, hogy a tavaszra szerintem mi ezt be fogjuk fejezni, és megkezdheti majd az új járási hivatal a működését. Ez a legfontosabb feladatunk. A második ilyen jellegű kérdéskörünk az pedig a tanúszadának a kérdése, szintén befejezés előtt áll, ott nem az önkormányzat, de az önkormányzattal közösen egy állami beruházás kezetében befejezés előtt áll, bízunk benne, hogy tavasszal ezt is be tudjuk fejezni. A járási hivatalnak köszönhetően olyan szolgáltatások jelennek meg, mint a kormányablak, ahol a környező településen élők is gyorsan és egyszerűen intézhetik majd ügyeiket. A tanúszoda pedig a járás településein működő oktatási intézményeket fogja kiszolgálni. Nagyon fontos két fejlesztésről van szó, nem csak Kemecse, hanem a térség szempontjából is. Szeretném ezt hangsúlyozni. Továbbiakban pedig gondolkodunk, hogy pályázatot nyertünk. Itt a Szent István utcára az egyesített gyalog és kerékpárutat szeretnénk megoldani. Itt úgy néz ki, hogy az engedélyes terveink rendelkezésre állnak. Most még néhány koncepciót kell elfogadnunk, és hamarosan bízom benne, hogy a közbeszerzési eljárást is ki tudjuk írni, le tudjuk folytatni, és bízom benne, hogy a tavasz végeztével a nyár elején ez a beruházás is megkezdődik. Ezeken a beruházásokon kívül más fejlesztéseken is dolgozik a város. A következő és egyben a legfontosabb fejlesztések között új utak építése és létesítése is szerepel.